Varga Roland betegsége miatt a múlt héten nem tudott játszani, mint ahogy a kupa mérkőzésen Kisvárdán sem jutott szerephez, most azonban ott van a kezdő csapatban. A védők közül ugye Otigba és Frimpong sérült, de a középpályások közül Izal, Tokmagen Guen és Spirovski sem bevethető, sőt, Heister játéka is kérdéses volt, ő azonban tudta vállalni a mérkőzést, tehát Nguyen helyett Varga játszik az elmúlt héthez képest, ez a változás. Polgár megkapja most a lehetőséget a középpálya jobb oldalán, ez hol három, hol öt védős rendszerű futball lesz majd. Tajti kisebb sérülése után ott a kezdő csapatban, Mihajlovic pedig, szintén nyugodtan mondhatjuk, az első számú csatár, ő családi gyász miatt hagyta ki az Újpest elleni mérkőzést az elmúlt hétvégén. És most lehet látni, kirajzolódik, hogy a három védő, de Juhár a bal, Polgár a jobb oldalon, ilyenkor föllépne a középpályára labdát kérni. Gorjaran még kitör, és szabadrugáshoz jut a Ferencvár tisztes távolban a sorfal, ezt Bognár szépen kimérte. Varga következhet. És Varga lövése, ha nem sokkal is, de mellé megy. Egy szabadrúgás, agresszív letámadás, ugye ezt emelte ki még Fernando. Gyermeke született Tamás Márknak. Sigér, Gorjaran, ez lövőhelyzet, Gorjaran. Egyelőre a kaput nem találja el a Ferencváros, de olyan felfogásban, szellemben, agresszivitással. Hiszen Sigér akkora balmaz játékosa volt, Lovrencsics nagy lendülettel. Bukrán fogja meg a labdát, Varga esett el. Gorjaran megy el Márkvárt mellett, Sigér lépi át a labdát, és lőhet most megint, ez már jobb lövés. De nem gond Bukránnak. Kíváncsi vagyok, hogy Varga és Petriák helyett cserélnek-e valamikor. Heister eladja a labdát, ebből Diós Győri kontratámadás, sőt, Prosser a jobb oldalon, 16-oson belül már, Prosser, Jócsel, Dibuszé. Prosser egyedül oldotta meg, de a lövése Dvalibok blokkján lelassult. Kellő lendülettel megzavarható a Diós Győr, meg persze kellő pontossággal, Lovrencsics most rossz cselt mutatott be, és így most már Mihajlovic léphet ki, Dibusz jön. Szépen, Petriák beteszi, hárman is csúsztak, itt Szignyevicshez nem juthatott el a labda. Szabó már. Prosser a saját tér feléről indul. Prosser. Gorjaránnal szembe, Prosser cselez. Prosser még jól tolja meg, Prosser! Dibusz! Ez még a Ferencváros helyzete, és ebből indult a Diós Győri kontra. Prosser jól használta ki, hogy nem védő, hanem egy középpályás van vele szemben. Heister. Ott van Varga a bal oldalon. Varga. Át kell tenni a jobb lábára. Viszont ott van Petriák is. Petriák, még egyet tol rajta. Petriák emeli át. Szignyevics, lövőhelyzet. Most Gorjaran, gól! Vezet a Ferencváros. Miközben néhányan 11-est reklamáltak. Fernando Gorjaran a hálóba lő. Itt ez még egy érdekes kérdés, hogy nincsen Lesen, de természetesen nincs Szignyevics. És aztán ide-oda pattog a labda különböző végtagok között. Míg végül Gorjaran 11 méterről bezúdítja. Brukovic, Karan, rossz labda Gorjaran, és most ötten is az ellenfél tér felén már a labdavesztés pillanatában. Sigér, jó beadás, Varga fejjel, 11-es. Itt Brukovic, maga előtt a keze, és azzal blokkol. Tehát hiába húzza vissza. Két csapat júliusi meccsén kihagyta a 11-esét, de a kipattanót belőtte Antal Botonnak. Varga most belövi elsőre. 2-0 a 33. percben. Varga Roland visszatér méghozzá góllal. Így kell rúgni egy 11-est. 9437-en figyelik egyébként a helyszínen a találkozót. Ugye az első meccsen itt a Grupa Arénában júliusban 6900-an voltak, aztán majdnem 7800-an Diósgyőrött.
Varga. Ott a gólhelyzet, és benne a harmadik. A védelmi hibát Szignyevics használja ki, 3-0. De Varga beadása hát messze van a tökéletestől. Ez viszont egy borzalmas labdaátvétel Karán részéről. Szignyevics azonnal bevarja a léc alá. Ő is zsinórban a második bajnokián eredményes. Blazsics, Márkvárt nyújtott lábbal, szabadrúgás veszélyes játék miatt. Varga mutatja, hogy közel a Diós Győri játékos. Varga, így jó, Sigér, mellé, fölé. Kaput el nem találva. De meg lehetett volna a negyedik nagyon könnyedén. Sigér leveszi. Szignyevics, jó labda Petriáknak. Szignyevics kéri el, Varga is jön. És Varga fejelhet, gól! Ott a negyedik. Varga másodszor duplázik a szezonban a Diós Győr ellen. Szignyevics jól indít, nincs les. De vajon az a védő ott mire gondol? És mire gondol persze a másik játékos is, mert Polgár is és Csesztakov is nézte, hogy Varga fejel. Sigér megint. Haratin. Lovrencsics jól is veszi át, belövi középre, és Szignyevics megszerzi az ötödiket. Második csapata ötödik gólját szerzi meg. Megint itt a szélén, ezúttal Lovrencsics. És egy kalandos körülmények között esett gól, mert a kapufáról visszapattanót fejeli be Szignyevics. Erre is figyelve. Itt bukránon fölperdül. Ha fölé megy, akkor egy sima szöglet, így, hogy visszajön. Diós Győri védő nincs ott, bukrán mire fölkászálódik. Szignyevics bebólintja. 5-0. És első útja Szignyevicsnek most Lanzafámihoz vezet, hiszen cserél a Ferencváros. Davide Lanzafáme 5-0-nál áll be Nyikolaj Szignyevics helyére. Blazsics csúszott be, és Prosser azt mutatja, hogy szabálytalankodtak vele szemben. Nos, nem. Kicsit nagyobb hatékonysággal lövi be a helyzeteit a Ferencváros. Petrák például nem volt most lesen. Petrák, na ez akkor Karánnak egy lap. És Karánnak megköszönjük mai szereplését. Petrák gólhelyzetben vitte kapura. Még át is passzolhatta volna Petriák Vargaról, annak korábban is, vagy lehet, hogy későbbi terve volt. Ember hátrányba kerül a Diós Győr egy fél-fél időre. Ez, ha nem volt les, akkor nem volt les, azt nem tudom. Ez viszont azt hiszem egy jogos ítélet, mert Petriák tört volna a kapu felé, és vagy átpasszolja Vargának, vagy 16-oson belül kapussal szemben lő, hiába volt ott egy másik védő is. 70. perc. Varga emel, Lanzafáme, les, szép gólt lő, de a játékvezető már akceptálja a partjelző intését. És téves. Ez téves ítélet volt. A jobb oldalon belógott a védő. Dvalit most kihagyja. Leandro. Petriák. Petriák veszi át. És ez egy büntető lesz. Nem volt les. Petriák átvette, ha nem is jól. Bukrán pedig eltalálta Petriákot. Valóban nem volt les, és itt elpöcköli a kapus mellett, majd jön az ütközés.
egyéb szankció nem kell, hiszen kifelé vitte Petriek a labdát. 84. perc. És Lanzafame belövi. 6-0. Lanzafame pedig beemeli. És amennyire kellett, ugye a betegsége után csapatba visszakerült Vargának, rúgjon egy gólt, legalább egyet 11-esből, Lovrencsics cselezget. Annyira azt hiszem, Lanzafame lelkének is jót tehet, hogy újra bajnokin betalál. És ugye változatlan versenyben a gólkirály címér. Leandro előkészít, Varga, Lanzafame, 7. És Varga ezt se rúgta be, hanem megint rúgatott egyet Lanzafaméval. Most nem egy 11-es, hanem egy üres kapus gólt. Megint egy óriási védelmi hiba. És hát az, hogy a labda mögül érkezik-e Lanzafame, innen én nem tudom eldönteni. Az biztos, hogy sakmat volt, védők sehol, Bukrán kiszolgáltatott helyzetben.